Férfi rettegések, tárgya, pasi viccek, alanya a prostata vizsgálat. Küldjük el a hölgyeket cukrázdába vagy manikűrözni, hogy senki ne jöjjön zavarba előttük, és beszéljünk nyíltan a prostata problémákról. Ugyanis azt tudni kell, hogy az erősebb nem számos tagjának, ha prostata vizsgálatról hal, bizony inába száll a bátorsága. Pedig egy egyszerű alhasi ultrahang és egy gyors gumikesztyűs tapintás, és sok bajnak elejét vettük. Igazániból azt hiszem, hogy ciki, tehát cikinek tekintjük ezt a dolgot, léven ugye, hogy egy másik férfi ember, hát kesztyűs kézzel közelít. <laughs> uh, igazániból, hát gyakorlatilag beszélgettem emberekkel, én már voltam, tehát én már voltam. Ki lehet vírni, körülbelül 10 másodperc az a bizonyos uh, kellemetlenebb része a vizsgálatnak, ami ugye hát leginkább elriasztja a férfi embereket, a többi pedig ekóval történik a Csíkszeredai Fan FM rádió csatlakozva a nemzetközi mozgalomhoz a férfiak egészségének nemzetközi hetét tartja június 18-a és 22-e között. A Fan Frappéban Günter ottó szakemberekkel beszélget minden reggel a férfiakat leginkább érintő betegségekről, ugyanis minden korosztályban indokolatlanul magas a halálozási arány a megelőzhető betegségek területén is. Két héttel ezelőtt gyakorlatilag olvastam délután a neten, és akkor ott találtam egy anyagot, igen, igen, megrázó címmel, miszerint szerint ugye a világon három percenként meghal egy férfi, és ugye ennek az oka a prostatárák, ami gyakorlatilag tünetmentes. És akkor Ebből gondoltam, hogy akkor igaz egy kicsit ilyen amerikanizmus, de legyen olyan is, aminek jó pozitív hozadéka lehet, és akkor vezessük be hozzánk a rádióba, és akkor úgy gondoltuk, hogy hétfőtől péntekig naponta beszélgetünk meghívott szakemberekkel a férfiakat leginkább érintő egészségügyi problémákról. Nos, menjünk kicsit a részletekbe. A prostata vagy dülmirigy a férfi belső nemi szervekhez tartozik. A húgyhólyag alatt helyezkedik el, az abból kiinduló hugycsövet körülvéve. A hugycsőnek ez a szakasz különösen kritikus helyzetű, mivel áthalad a prostatán, így a prostata állomány jó vagy rossz indulatú megnagyobbodása esetén is összenyomódik, ami vizelési nehézséget vagy teljes vizelési képtelenséget idéz elő. Tehát, ha azt érzékeli valaki, hogy idézőjelben el elzárták a csapot, akkor sürgősen orvoshoz kell fordulni. Ám jobb volna a problémát megelőzni, de legalábbis időben észlelni. Ez a férfiaknak az egyik legnagyobb félelme, hogyha orvosról, meg úgy egyáltalán urológusról beszélgetünk a prostata vizsgálat lévén, hogy jelen állás szerint az igazi vizsgálatot csak fizikai kontaktussal lehet elvégezni. Így ez már úgy gondolatban is elég ijesztőnek tűnik, voltak aképpen nem az, és a, igazándiból azt mondják az orvosok, hogy 30 év után minden férfi embernek évente egyszer el kellene menni egy ilyen általános szűrővizsgálatra, lévén, hogy attól, hogy a prostata esetleg megduzzad vagy megdagad, ez még nem jelent fájdalmat legtöbbször, legtöbb esetben illetve amikor már mondjuk vizeletben vér jelenik meg, akkor már elég nagy a baj. Tehát tulajdonképpen ezt ilyen megelőző célnal, szándékkal hoztuk létre ezt a, ezt a kis mozgalmat. Lévén, hogy Európában és ezen belül ugye hangsúlyosan Romániában elég magas a férfiak halálozási arányos, és legtöbb ok megelőzhető lenne, mondjuk orvosnál tett látogatással, vagy szűrővizsgálatokkal, is akkor ezért gondoltuk, hogy hát ha, hát ha, hát ha, fel tudjuk hívni a figyelmét az embereknek. Elsősorban a férfiaknak arra, hogy nem ártan elmenni orvoshoz. Tehát uraim, vizsgálatra fel, éljenek a Fán FM rádió kínálta lehetőséggel, és menjenek el egy vizsgálatra. Ez sem kellemetlenebb, mint egy nőgyógyászati szűrés, és a hölgyek is kibírják minden évben egyszer. És mint tudjuk, önök az erősebbik nem. Jó egészséget!